Akkor szeretett tárgya volt, de most élettelen és szürke. Családegyesítés, azaz, ez az, szegény. Vissza kéne vinni neki. Azért kapunk annyi ércet, visszamegyünk. Kapunk annyi izét, ércet, hogy ki tudjuk felhasználni a tripla jumpot. Most már csak a kérdés az, hogy itt ezt hogy csináljuk meg. Várjatok csak, ott az rejtett hely lesz, mert hogyha benne van a textúrában a golyó, aha. Itt lesz valahol egyébként egy rejtett hely, csak akkor lehet, hogy lentről kéne menni. Hát nem tudom. Nem látom, megmondom őszintén, alig lehet látni, nagyon durva. Ott volt az érc. Ez hármas ugrásos lesz. Jó, gyorsan visszamegyünk. Nincs itt portál. Nincs. Ú, gyerekek, lehetne több helyen portál, mert ide még visszamegyek. Na jó, megyünk előre. Azt, ha lesz portál, majd azzal, mert ez, ennyit nem fogok oda visszamenni. Ez így túl sok. Szerintem. Baszki. Ah, ez az. Jaj! Becsúsztam majdnem. Erre is lehet még menni. Aha, arra is lehet menni. Hát ez már csak, ez például nálam most lák volt. Nyomtam valamit, aztán ezt. És itt a portál. Hát de jó, hogy ide jöttem. Ó! Na, így már biztos, hogy megleszünk, mert leadom a küldit. Itt mentek is egyet. Hát tényleg amúgy. Oké, és akkor oda. What? Azt mondjam, van térugrás. Ah, oké, megvan. Össze meg vissza, hát úgy kell. Móki. A mókik. Szellem, megtaláltad a családomat a Hallgatag erdejében, hát sajnos meg. Ez a picim babája, de kővé vált, ne. Haza kell mennem. Szegény. Na, arról volt szó, hogy kapunk pontot, srácok. Ott van, de. Ott a pont. Nem már, ez kicseszés. 70 pont hiányzik. Szia harcos, jó reggelt. De most miért csinálják ezt velem? Honnan szerezzünk pontot? Hát, ez gonoszkodás. Srácok, ez gonoszkodás. Ilyen nincs. Az a baj, ide is hármas ugrás kell oda. Oda hogyan tudunk felmenni majd a... Jaj.
Oda is fel lehet majd menni, nem? Hát nem tudom, ez vicces így. Így nem szabad csinálni, hogy én csináltam, látjátok? De nem baj, amíg van kristályom, addig nincsen túl nagy probléma. Na-na. Megyed. Nézzétek csak oda. Oda hogy lehet bejutni? Ott egy rejtett rész. Azt a vizen keresztül. Már biztos vagyok benne. Aha, szerintem erre. Energiacell a szilánk, de jó, hogy lejöttem már. Micsoda rejtett helyek vannak. Ne, ó, bazz, mit csinálsz? Úgy-úgy. Oda is lehet fölmenni. Össze kéne szedni ilyen bogyókat. Nem olyan egyszerű ez se. Terveztem. Aha, itt hát találunk meg valami újat. Többek között egy port. Ez micsoda? Challenge? Persze! Rohadt rákos ugrálós. Mocsok. Na-na. Gyere, lőjél csak, gyere. Ne így. Cső. Gyere. Ekkora egy... Hú, de tróger ez.
Na mi jön még? Ó, hát neki még kellettél ide. Gyere, haver! Nem akar ide jönni. Na végre. Bassza meg. Az a fát! Hát ez hihetetlen, bazd meg. Ez nagyon jó, ki tudják ezt összpontosítani. Oké. Vége? Nem, nincs vége. Jó, vége. Meghaltam. Tudtam, bat! Rohadt férgek, hát ide küldi az egész kibaszott hadsereg. Na, jó. Kicsit leegyszerűsítjük a dolgokat. De! Na jó. Hú, de idegesítőek ezek a ráugrások. Messze. Úgy. Gyere! Ja, persze! Ooh.
Persze! Azt a hőkövetés nyomai út! Na most! Fú, de rohadt szemét gusztustalanok ezek a dögök, te! Eldott! Siker! Kaptunk valamit. Szilánk hely fejlesztés. Ja, várjál, ez nem rossz. A szilánk hely fejlesztés, ezt tudjátok, mire jó? Arra, hogy oda betápoljunk valami cuccot. Ellenségei több életgömböt dobnak. Köszi! Oké. Ragadj meg egy ellenséget ugrásonként, ezt nem tudom mire jó, kipróbáljuk. Megmondom őszintén, fogalmam nincs. Jó, ezt akkor itt megcsináltuk. Várjatok, ott még van valami. Ó, bazd, nem. Ezen már túl vagyunk, haver. Mit akar ez? Nézzétek csak, oda fel lehet még jutni pedig. Aha, kell hozzá légy. Jó, megvan. Mehetünk. Na. Mennyi izénk van, kristályunk? Szia Magyarszki, hello! Elvileg most el kell neki lenni, nem? És visszamegyek. Hát ezt nem értem. Oké. Okay. Ja, ez a medvés hely, ide hiába megyek. Aratrul, szia-szia! Ne! LOL. Oké. Okay. Komoly talán bázza meg ez. Szia, gép! Na még egyszer. Jó. Visszaértünk a tisztásra, nagyszerű. Mi van, hogyha itt esek le? Kevesebb pontom van, mint a... Mi van? Jó van, nem is érdekel a fejlesztés, mert leszarom. Nevetséges ez a pont, amit ad. Ez olyan szinten kevés, hogy semmire nem elég. Nem is értem ezt. Thank you.
Na mindegy, ez van. Ide, hogy nem tudom, ide is hogy lehet benni, ez is egy küldetés. Jó van, megyünk akkor innen a francba, hát nem tudok mit kezdeni ezzel, sok marasággal. Mehetünk tovább. Várjátok, itt mi van lent? Ott is van valami. Hát nem hiszem, hogy nem fog összejönni. Szia, SK! Aha! Ja, most kora. Kora. És korán vagyok. Na jó, talán itt megleszünk mégiscsak. Belépés, enter. Oda néz. Azt sem tudom, hol vagyok. Ez térképész, nem? Miért nem találkoztunk, ugye? Biztosan felfedező vagy. Na csak ad itt egy felfedezendő hely, és te vagy az ideális szellem a feladatra, a hallgatag erdő. Magam térképezném fel, de nehezen viselem az ottani időjárást. Az esőt tudod, a hamut, a magasból figyelő halált. Szóval csináld te, és számolj be nekem az összes részletről, a veszélyekről is. Segíts teljesíteni ezt a feladatot, és nagy kedvezményt adok bármelyik térképre, amire szükséged van. Ezekről a térképekről meg szeretnéd nézni? Ja, persze! Energiacellák. Ja, hogy ez külön megjelöli. Életcellák. Jó van, haver. Tartsad meg a térképeidet. Én azt mondom, tartsa meg a térképét, nekem aztán nem kell. Csak itt most ez útban van nekem. Ó, várjál! Megvan! Megvan a pont! Ez mi? Mehetünk haza. Megvan a hármas ugrásra a pont. Elkötsük térképre! Oké. Okay. Aha, ezeket majd valamivel át lehet törni. Még egyelőre nincsen meg hozzá a megfelelő eszköz. Erre van-e valami? Hát te... A víz tiszta, a barlangok várnak felderítésre. Nem tudok magasra ugrani, mint te, de vagyok nagyon lelkes. Lelkesedés mindenből a kalandot csinál. Oké, legyen úgy. Hát olyan magasra én se tudok ugrani, az hogy kéne? Ez is hármas ugrásos lenne. Aha, ez is hármas ugrás, jó. Gyors, megtanuljuk, azt megnézzük, hogy működik. Ez egy jó teszt lesz itt. Jövök már. Gyerünk. Nézzük a hármas ugrást. Egy vagyon volt, csak szólok.
Gyógyforrásnál találod az ősi szellemeknek épített szenté. Azt mondják, az ősi szellemek sok-sok szilánkot viseltek egyszerre. Talán te is képes lennél ilyesmire. Várjatok, most ugye ezt megtanultuk a hármas ugrást, és ezt be kell rakni külön. Aha, ez olyan típusú cucc. Az a megragadás úgyis kipróbáltuk, annyira nem menő. Oké, na majd most. Várjál, minek jöttem én ide? Hát ez így istenes lesz. Oda nézz. Kapaszkodj már meg. Böbe, na mi van? Na, olyan magaslatokba fogok most szárnyalni, ahol még nem voltunk. Sose. Oda át kéne majd menni, aha. Na, először gyors, ezt felvesszük. Akarom már nézni, hogy ez hogy működik, ez a cucc. Uha, nem így. Ez mondjuk trükkös, mert ugye... Ez trükkös lesz. Majdnem. Oké. És akkor azt mondta, hogy van itt hármas ugrásra valami hely. Pontosabban, aha, van több is, van itt is. Hú, gyerekek. Most vissza kéne menni, aztán akkor megcsinálgatni ezeket. Lumatavak. Itt is, ez a rész is az. Köszi. Végén kell egy desk, különben nem fogja meg ezt a részt. Ja, ez az. Az még túl messze van így is. Mert talán nem onnan kell menni, ugye? Hanem innen majd, de. Vagy mi a szösz? Várjatok. Aha. Úgy, és akkor... Vam. Mert ehhez itt kell körbe feljönni, az már biztos. Várjál. Na, meg vagyunk itt is. Ez ki? Minden nap egyre több mok jön a tisztásra, ezért kértünk meg Gromot, hogy segítsen kicsinosítani a tisztást. Magunk is megtennénk, de mi túl kicsik vagyunk, és inkább játszanánk. Ennyi? Nem játék az élet. Oké, fel tudtunk ide jönni. Ott is van egy ért. Aha. Várj, itt aminek lehetett feljönni. Ez ennyi? Itt ez ennyi. Azt hittem, itt még van valami, de nincs. Viszont... Ide is fel lehet jönni valahogy. Na de hogy? Oda hogy megyünk fel? Hú, srácok, itt azért vannak durva helyek.
Most felugrottam ide, az rendben van, de... Vannak itt olyan helyek, hogy azt sem tudom, mi történik. Oké. Itt is valahogy fel lehet menni, nem? Itt már voltunk. Az a baj, hogy ugye most nem látok oldalra, hogy mi van arra, szóval itt most hiába ugrándozok. Már ez itt tök jó, csak valami megoldása biztos van. Oda biztos, hogy nem lehet felugrani. Az túl magas, oda nem lehet felugrani így, a 100%. Fogalmam nincs. Nagyon nem egyértelmű ebben a játékban az, hogy most akkor hova, hogyan. Én szerintem. Bár akkora távot nem lehet 8-as ugrással se áthidalni. Na jó van, megyek, csinálom főszállat. Mert ez ilyen útvesztő az egész. Full útvesztő az egész. Olyan szintű időhúzás ez az egész, hogy elképesztő. Azt mondja, hogy erre föl. Adnak egy csomó mellékküldetés, csak így ez tök felesleges. Most se lepődtem ezen mondjuk. Na ezt továbbra se értem, hogy... Mibe kapaszkodsz itt meg? Oké. Tök jó, kivéltetetlen. Na gyerünk. Oké.
Jó volt. Az meg. Ilyenkor a kulcs az megmarad? Hogy van ez? Szerintem nem hagyta meg a kulcs. Aha, nem marad meg. Nem baj. Hát úgy csináljuk, hogy jó legyen. De! Láttátok milyen kicsit ugrasztott? De rohadék! És úgy működik, aha. Ja, nem adtam a kulcsot. Oké, okosba kell csinálni. Úgy. Kell még egy kulcs. Majdnem elrontottam. Oké, megvan a kulcs. Azt elbasztam. Bár nem. Na most. Király, megvan. Jók ezek a melegküldők, de megyünk előre a sztoriból, aztán úgyis szerintem majd kapunk olyan abilitiket, amivel valami biztos megoldás van. Mindig ezt csinálom, hogy korán kezdek el rajta agyalni. Aztán meg csak állok. Szerintem olyan melegküldők, hogy később nyílnik meg a helyek, vagy nem tudom. Így változik úgyis. Na, megtaláltuk a bagyot. Bagolyka. Baj lesz. Wow. De ez a smi. A fagazda. Jó van.
De király, ezt is még egyszer. Wow. Aha, látjátok, a leveles rész ez meg a vizé kellett, a bagolyka. Azért mondom, akkor nem árok megcsinálni az ilyen mellékküldeket, hanem mikor meg lesz majd minden, akkor van értelme, addig nincs. Na, így azért másabb a dolog. Hát te ki vagy? Erősen világít a szellem, megzavarod a csendet. Butaság hall és lát. És téged igen, könnyen észrevesz. Engedelmeskedünk a csendnek, akik nem azok, ők örökre itt maradnak. Biztos. Aha, itt van, lesz valami okos megoldása ennek. Találtunk valami ré... Jaj! Itt már nem lehet repülni, el is fele. Jó, ezt hozzá kell szokjak még. Oké. Nagyon jó pofa ez a repülés egyébként, tök jó. Ereszkedés az azonnal nyomni kell, mert akkor nagyon jól lehet ezt irányítani. Na-na. A csendet őrizte. Nézzük csak, megvan ugye egy kulcsunk. Közben nézd, van a térképet, itt lesz, itt kell átmenni, akkor még ott lesz még egy kulcs valahol. Gyere csak, haver. Bassza meg. Aha, nem egyszerű. Nagyon nem egyszerű. Várjátok, én hílelni akarom magam. Bazd meg, hogy lehet leszállni a bogolyról? Ja, hogy ez speciálisan ilyen rész, erről nem lehet leszállni se. Ezt úgy hívják, hogy cocó. Semmi baj, megoldjuk. Lehet, hogy egy halállal, de... Oké, megvan. Megvan a kulcsunk. Ezt nem igazán értem, de... Aha, de már értem. Ez hármas kulcs volt akkor, ha jól értelmezem. Nem, ez négyes kulcs. Az baj. Akkor még egy még így sincs meg, várjatok, valami nem jó. Ott van, megvan. Trükkös, trükkösek. Eldugták fatörzsbe. Jó, megvan. Egész kellemesen lehet irányítani ezt a bagyot, tök jó. Wow. Aha. Bazeg, itt is trükközni kell ezzel. Várjál már.
Szerintem csak bombával lehet szétszedni. Az jó lesz, és ide át kell csalogassunk egy bombát. Na, azt majd kíváncsi leszek, hogy hogyan lesz. Ott van fenn egy... Ez mi? A csend igen suttogott rólad. Á, milyen bátor vagy, hogy így szabadon jársz az ő erdejében. Láttad a köveket? Egykor utazók hideg szobrai. A bátorság állítanak emléket. Aha. Ám legyen. Várjatok, nem, ez trükkös. Ja, de hülye vagyok, hát ezt tudok lőni, bazd. Szerintem menni kéne. Nem így. Ne! Bassza meg. Ezt majd én megoldom így. Aha. Ez lesz a lényege. Kell nekünk még egyszer ez a paraszt. Gyere csak! Gondoltam. Nem olyan egyszerű ez. Ne! Egy HP, az igen. Oké, gyűjtsünk HP-t. Hú, baszki. Komoly hely, nagyon. Csend megmaradt, itt a farkas meg van köbülve. Mi történt? Mi történt? Úgy-úgy. Baszki. Nem lesz ez se egyszerű. Ja, most nem sajnos. Na, ez egyébként nagyon jó kis ügyességi játék, mert itt tényleg kreatívnak kell lenni. Mellette becsúsztam, hallod? Hihetetlen. Eszem megáll. Szinkromok-e azért, mert ugye felrepül, nem tud, ugrani tud, de olyan, mint a repülne, de hármat ugrik, és utána, mivel sérült a szárja, nem tud repülni, csak hogyha kap felhajtó erőt ezekből a szelekből, és ugye le kell kezelni azt, hogy két külön gombbal csinálod ezt a kettőt. De szerintem egyébként nagyon ötletesen meg van csinálva. Wow, azt hittem, hogy itt van izé, osz. Oké. Okay. Jaj! Miért nem szóltok? Élek.
Mondjuk Bagolyról kell majd boss fightot csinálni, az viccesen fog kinézni nálam szerintem. Na ugye, és akkor itt most megint az van, hogy tököm tudja, merre kell menni. Jó, hát szerintem nem erre. Mégis erre kéne. Aha, erre. És ugye a bagoly fel se tud kapaszkodni, ergo. Na most leszünk bajba. Ó, király. Csinálunk egy mentést, hama. Jó pofa! Lehet erre is, várjatok, megnézzük először ezt a helyet. Jó, itt ez semmi, ez ugye el volt zárva. Ja, igen, ez volt a lényeg, oké. Okay. Jó kontrollálható egyébként, csak nagyon hozzá kell szokni, mert ugye nagyon finoman kell irányítani, mert belemész a tüskébe azonnal, hogyha nagyon gyorsan fel tudsz szállni. Uha. De hát most... Ez baj, mert most még annyi felhajtó erőnk se lesz akkor, mint eddig. Az odaragasztott toll az leesett a szárnyáról. Most mi van itt? Ja, ez még videó. Szia Misi, szép napot neked is. Ne! És mi lett a bogója? Ilyet? Ezt nem hiszem el. Na srácok. Tudunk menni balra. Ha jól látom, másfele nem. Ja. Szia Otyika, üdvözöllek a csatornán, köszönöm szépen a követést. Légy üdvözölve és érezd jól magad. Meg kell találnunk Bagyocskát. Szia-szia! Nézzük csak ide. A test azt hogy elvették tőlem? Ja. Jó, csak még gyakorlom, mert... A melléküldéket nem találom meg. Legalábbis nem nagyon, azokat nem tudom úgy megcsinálni. De várjál, most meghalt a bagoly. Szia, Sotya, köszi szépen! Hát csak nem.
Hát pedig... Vége még nem lesz, az biztos, srácok, mert amikor most ma elkezdtem, 14%-nál jártunk. Ez mi? Hát de szegény bagoly... Csak lesz valami megoldás erre. Bánkódom barátod miatt, az erdő hangja megtette, amit tudott, érted, de a fénye gyenge. Még él? Azt írja, a fénye gyenge, akkor nem halt még meg. Sokan szenvedtünk a sötét időkben, a legkisebbek a legtöbbet. Hűzfa végzetével a pénzt érthassadt. A szellemek elpusztultak, a vidéket elárasztotta a romlás. Fénytöredékek szétszorodtak, elgyengültek csupán szikrák. Fénytöredékek. Elhagyatva fénykörökre elhaványul, csak idő kérdése. Szerintem össze kell rakni azt a fényt. De Mohi segítségével megtalálhatom, hova hullottak le. Aha. Az erdő emlékezete fagyba zárva éjszakon. A szörny sötétségbe vesztek délen. Az ereje a vizeibe fújt nyugaton. A szíve pedig a vándorló homok alatt rejtőzik keleten. Ú, gyerekek, ez tömény lesz. A hangja pedig veled utazik, egyedül, gyengék, de együtt. Ha bármi visszafordíthatja a pusztítást, az a szikrák hatalma lesz. Nem rejtőzhetek tovább völgyem mélyén. Én is csatlakozom a kutatáshoz. Ég veled, kis barátom, a Mohik és én segítünk. Fogd el, Ori, ez segít messzire jutni. A toll. Itt maradunk és vigyázunk a barátodra. Él a bagolyka. Kuro tolla szertettel egy új képességre. Gombot szabadon lebeg. Király, akkor tudunk lebegni. Ergo az azt jelenti, hogy most már jobban át fogom látni a nagy helyeket, mert ereszkedve. Így lehet áthidalni azokat a területeket, ahol ugrunk egyet, és akkor... jó, így érthető. Így már érthetőbb az egész játék. Erre a helyre is majd vissza kéne jönni. Ide is le kell menni. Erre is. Mindenhova kell menni, maradjunk annyiban. Király. Na
Nézzük csak térkép, itt vagyunk. Nem oda mó. Aha, ide is kell menni. Itt egy portál. Na például ezeket már így lehet szerintem összesz. Ezt meg is nézem most, hogy ez hogy működik ez a dolog. Mielőtt meghalok. Ez korábban nem volt itt, srácok. És ezt elbasztom, azt hittem, hogy eltakarítja a gyökereket, de nem. Róla kell felugranunk. Jó, megoldjuk. Meg kell várni, még újra termelődik. Ha újra termelődik.